Köszöntöm Önöket, akik jelenlétükkel megtisztelték államalapító királyunk Szent István és az új kenyér szadai ünnepét. Egy moldvai csángóének gondolatait megidézve, azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal mi együtt örvendezünk, szívből emlékezünk. Kérünk, mint apostolunkat és első királyunkat, Szent István, nézd a mennyből le, szép magyar népedre. Isten áld meg a magyar, jó kedvelőségre, nyújts felére
Őseid árnya tűnik fel a puszta homályban. Vérvonaluk húz csíkot a rőt horizonton. Áldozatuk nyújt intő példát földi világban, ha tetteik hős lobogóit a mába kibontod. Nem volt soha apánk, Nimród fia, szkíták lelt szarvasa, utópia. Idegen kéz írt a história, hogy e népnek kell finnugornia. Kézai vére vagyok én. Térden tűrte egy halódó világ égi kéz napkeleti ostorát. Ifjú nyugalmat lelt Magor földjén, székely sirat Tiszának holdközén. Attila vére vagyok én. Avar látta a fehér lónak nyomát, törvény és állam vasakaratát. Pogány, keresztény büszkén remélte, otthont lelt a Kárpát-medencében. Árpádok vére vagyok én. Elhalt erős fának hímes ága, nővérén kelt a honboldogsága. Visegrád lett hármak szövetsége, fénykor az ország belső békéje. Anzsuknak vére vagyok én. Földemet kereszttel is megvédtem, jobb ágyamat kaszára cseréltem, elvetettem Verbőci új törvényét, aratott a nép halál örvényén.
Dózsának vére vagyok én. Juhakolban farkasok szorongtak, ordítva estek török toroknak. Országot védtek, élve vagy halva, a túlerőnek nem volt hatalma. Dobónak vére vagyok én. Sápadt félholdra labanc smingdukált. Nem láttuk, láncot cseréltünk Budán. Szebb jövőre vágyott a vak botján, s rodostóba merült az új alkotmány. Rákóczi vére vagyok én. Cserés erdő csárda előtt a lovam, lovam fején aranykantár zabola. Vezérlovam zálogba van csergőstől, én magam is kurta vason egyedül. Nem akar a vezérlovam regelni, részpatkóját haragosan zergeti. Visszatekint, visszanéz a pusztára, amúgy jönnek a szuronyos zsandárok. Egyik zsandár azt mondja a másiknak, hová valók vagytok kettős betyárok. Nyimes völgye, Csíkvár megye a hazám, arra sirat ingem az édesanyám. De hogy sirat, még eszébe se jutok, mert nem tudják, hogy én fogságba vagyok. Fényes lakat, rozsdás lánc a kezemen, ja Istenem, hogy sirat a kedvesem. De hogy sirat, rége vagyok felejtve, meg se hótam, s el se vagyok temetve. Mikor mentem Szeredából lefelé, zergettem a láncot az árka felé. Te búzárka, hújjon le rólad az ár, csak még egyszer lehessek szabad madár. Ha még egyszer szabad madár lehetnék, felfogadnám, többet fogoly nem lennék. Bús aranylánc hídnak öltözött, eszmék járták át a rangok között. Forr a dal, omlott a bécsi szelet, de a medve talpa vérízű lett. Széchenyi vére vagyok én. Háborgó világ, bárka imbolygott. Imát mondtak érte fétis apostolok. Áspis csillag sárga-vörös útra int, hajótörött ország fekszik romjain. Áldozatok vére vagyok én. Hajszálerek telnek újra a végen. Fut felvidék, becsobog Erdélybe. Délvidék teste is Kárpátalja. Kettősség, mi e hont összetartja. Hazámnak vére vagyok én. I'm
Köszönjük ezt a tanulságokkal teli történelmi utazást András Hunornak, Szép Halmi Pálnak, Sándor Attilának és az Asszony Kórusnak. Ünnepköszöntőre felkérem Vécsei László polgármesterünket, országgyűlési képviselőt. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm az augusztus 20-ai községi ünnepségünk minden résztvevőjét. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött és megtiszteli jelenlétével ezt a mai ünnepet. Kedves szadai honfitársaim, mi is az ünnep? Az ünnep, úgy értelmezzük, így tudjuk, az, amikor a közösség együtt van. A kis közösség, a nagyobb közösség, családi ünnep, amikor a család van együtt, és nemzeti ünnep, országos ünnep, amikor az egész ország van együtt. Augusztus 20-a állami ünnep, nemzeti ünnep, olyan nap, amikor együtt van az ország. És mi itt ebben a kis közösségben hagyományosan leképezzük ezt az állami együttlétet, és mi is együtt vagyunk, jelezve és kifejezve azt, hogy községként is közösséget alkotunk. Minden ünnep addig él és úgy él, ameddig és ahogyan a közösség elfogadja ennek a tartalmát. Ameddig kifejez valamit a közösség lelkületéből, ameddig képes adni valamit a közösségnek. Éppen ezért minden ünnep egy kicsit szervesen változó dolog is. A korok, korszakok hozzátesznek, s elvesznek belőle. Ha kiürül egy ünnep, akkor elhal. Akkor többé nem jönnek össze az emberek, és nem teszik a közösségük, az együttlétük tárgyává. Ha viszont évszázadokon keresztül sikerül egy ünnepet újabb és újabb tartalmakkal finomítani, miközben az eredeti tartalma változatlan marad, akkor az az ünnep az nagyon hosszú ideig kifejezi egy közösség együttlétének a tartalmát. Hát mit is ünneplünk ma? Szent István király életét és művét, Szent István király alkotását, Szent István nap van augusztus 20-án. És persze ezt az ünnepet is sokféle változtatási kísérlet érte. Vannak olyan tartalmak, amelyek
a szívünkhöz, lelkünkhöz közel állnak, és ezért elfogadta a nemzet, elfogadta az ország, és vannak olyan tartalmak, amelyek hamisnak bizonyultak, s leperegtek róla. Egy igaz tartalom nyilvánvalóan az új kenyér. A nyár vége, a nehéz mezei munkák vége, az újjászületés, az élet, a testi táplálék, amely a Szentmise áldozatban, a mi hitünk szerint át is lényegül. Az új kenyér szerves módon kapcsolódik ehhez az ünnephez. És vannak olyan elemek, amelyek nem. Egy sztálini alkotmány nyilván nem válhatott augusztus 20-a tartalmává és részévé. És ezt a Szent Istváni életművet ünnepeljük tehát ezen a mai napon, amely közismert, nagyon sokféle, nagyon sokrétű, kezdve az intelmeitől, amelyeket fiához intézett, és amellyel igyekezett az ország vezetési elveit és az erkölcsi tartalmakat átadni Imre hercegnek, kezdve az államszervezési elvein, amelyek máig hatnak, hiszen ahogyan Szent István megalkotta azt a Magyarországot, annak mentén szerveződik ma is az életünk, elég csak a megyerendszert megemlíteni. De talán összefoglalóan és legfontosabbként azt lehetne megemlíteni, hogy Szent István életművének lényege a keresztény magyar állam megalkotása. A keresztény magyar állam megalkotása, amely abban a korban modern volt, hiszen olyan elveket alkalmazott, amelyeket Európában is alkalmaztak, sőt olyanokat is, amelyeket Európában nem ismertek. Európai volt, hát milyen is lehetett volna. Akkoriban Európa volt a világ, és Magyarország a szószoros értelmében az akkori világ közepe. Nem is lehetett más. De a történelmi helyzet akkor sem volt egyszerűbb, mint manapság. Kelet és nyugat egymásnak feszült, Bizánc és Róma, kelet és nyugati hódító szándékú hatalmak, amelyek bizony nem álltak meg, ha nem ütköztek ellenállásba. És Szent István országában ellenállásba ütköztek. Ellenállásba ütközött a pogányság, és ellenállásba ütközött a hódító szándék. Akár keletről, akár nyugatról érkezett. Szent István fölismerte, hogy modern államszervezet képes csak megállni a lábán itt Európa közepén, és ennek a fölismerésnek, kimondva kimondatlanul, az volt a tartalma, hogy bizony ki kell állnunk magunkért. Ki kell állnunk magunkért, mert hogyha nem mondjuk el, nem tesszük világossá, hogy mit szeretnénk, és mi az, amit nem szeretnénk, hogy mit akarunk, hogy merre tartunk, hogy mi a jó nekünk, akkor azt helyettünk senki ki nem mondja, a munkát helyettünk senki el nem végzi. Néhány évvel ezelőtt fölidézték, és egyre gyakrabban idézik föl, hogy az Európai Unió alapító atyai közülük is néhányan, akkor, amikor ebbe a nagy fába vágták a fejszéjüket, hogy Európa valamilyen módon próbáljon meg egységesülni, hogy a kihívásoknak megfeleljen ebben a globalizálódó világban, akkor azt tartották, mégis azt mondták, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És eljutottunk néhány évtized alatt odáig, hogy az Európai Unió az alapszerződésében említést sem akar tenni Európa keresztény gyökereiről. Európa nem jó úton jár. Szent István király 1013 évvel ezelőtt az európai keresztény magyar államot alapította meg, és európai mintára azt hiszem mi is, ha végig gondoljuk, elmondhatjuk ma is, máig ható, és a jövőre is kiható érvénnyel, hogy Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És ez a kereszténység, gondoljunk csak bele, Szent István korában nem felekezetiséget jelentett. A kereszténység kereszténység. És azt a szellemet, azt bizony ma is megtaláljuk az ökumené keretében, és mindig nagy öröm akkor, amikor vagy a mi felekezeti templomunkban, vagy más felekezetek templomában többi felekezethez tartozó keresztény testvéreket látunk, és nagy öröm az ökumenikus imahét keretében találkozni a keresztény testvérekkel, mert ez
az egységes és oszthatatlan kereszténység volt ennek a 1000 évig ható és 1000 évig erős államnak, ennek a Szent Istváni műnek az alapja. És milyen érdekes, a néhány évvel ezelőtt ugye úgy próbáltuk ünnepelni az augusztus 20-át, és erre mindig volt is hajlandóság, hogy még együtt körmeneteltünk is itt Szadán. Aztán egy picit visszaszorultunk, idézőjelbe téve, a katolikus templom kertjébe, és most a tetőfelújítás kapcsán az építőanyagok szanaszéjjel a kertben. Ez mintha akaratlanul, akár égi jelnek is lehet venni, ismét afelé húzott, afelé irányított bennünket, hogy ilyen ökumenikus jelleget adjunk egy mindenki számára otthonosan, otthonosságot jelentő helyen itt a központi épületünknél ennek a mai ünnepnek. Tehát a keresztény magyar állam megalapítását ünnepeljük, és ünnepeljük, nagyon fontos, a Szent Koronát. A Szent Koronát, mindazt, amit a Szent Korona jelent és megtestesít a magyar emberek számára. Van egy szakrális tartalma, talán sokrétűnek mondhatnánk. Abban a gesztusban, amikor Szent István király utód nem lévén fölajánlotta az országát Szűz Máriának, Jézus édesanyjának, ebben a felajánlásban, az ország felajánlásában benne van mindaz a hit, ami Szent Istvánt az ország alapításkor, az állam alapításkor vezette. És a Szent Koronában, amit Szent István műve nyomán megörököltünk, benne van az 1000 évünk, és benne van az országunk. Benne van a múltunk és a jövőnk. Benne van a földünk, amelyet nem adunk senkinek, amely a miénk kell, hogy legyen. Benne van a vízünk, a levegőnk, a környezetünk. Benne van a hazánk, az otthonunk, az a hely, ahol feltöltődhetünk, ahol otthon lehetünk, ahol kiteljesedhetünk. Ez a haza a miénk, csak a miénk, és az is kell, hogy maradjon. A történelmünk viharai fölött, mint egy átívelt és világított ez a Szent Korona, és amikor visszatértünk a magyar állam hagyományaihoz, akkor, amikor elfeledtük a hibás és ránk kényszerített történelmi kitérőt, amikor új alaptörvényt alkottunk, akkor helyére került, illetve megerősödött a helyén az ország házában a Szent Korona, hiszen ez Magyarország egyetlen igazi jelképe. Kifejezi azt, hogy a Szent Korona országa és ennek minden népe a Szent Koronában egységes, egy és oszthatatlan, és micsoda jelentősége van a történelem e pillanatában ennek, hiszen a magyar nemzet több részre szaggattatott, és a határokon átívelő nemzetegyesítés keretében a Szent Korona árnyékában kulturálisan, gazdaságilag, lelkileg ismét együvé, egyé lehetünk. Szent István akkor, amikor művét létrehozta, intelmeiben figyelmeztette fiát, hogy nem lesz könnyű az út. Ez a figyelmeztetés, ez akár úgy is vehetjük, hogy mindannyiunknak szólt. Mindenkor, minden magyarjának, mai magyaroknak is. Tudjuk, hogy nem könnyű az út. Akkor, amikor kiállunk magunkért, akkor, amikor elmondjuk, hogy mi milyen utat választunk magunknak, akkor 1000 gáncs ér bennünket. Nem könnyű út, soha nem könnyű az igaz út, soha nem könnyű az egyenes út. Különösen nem könnyű az az út, amely egy fix pontra rögzített tekintettel, Istenbe vetett hittel vezeti az igaz úton a nemzetet. Mégis talán mostanában, talán, hogy talpra álltunk, talán, hogy erőt mutatunk, óvatos bizakodással elmondhatjuk, hogy jó úton járunk, jó útra léptünk. Elmondhatjuk és gondolhatjuk joggal, hogy kiállunk ismét magunkért. De ennek
akkor van igazán súlya, értelmes ereje, ha nem feledjük el az alaptartalmat. Nem feledjük el azt, amit egykori himnuszunkban, a Boldogasszony anyánkban fohászként megfogalmaztak elődeink. Akkor, amikor az igaz úton járunk, és ezer gonddal szembesülünk, imádkoznunk kell a családunkért, imádkoznunk kell a közösségünkért, a mindennapi betevőfalatért, a munkáért, az értelmes munkáért, a biztonságért, az egészségünkért, és még nagyon sok mindenért, amit csak onnan fölülről kaphatunk, miközben a földi utunkat járjuk. Soha nem feledkezhetünk meg arról, amit a Boldogasszony anyánkban fohászként megfogalmaztak. Az égiekhez kell mindig, minden helyzetben fordulnunk azért, hogy ne feledkezzenek el Magyarországról, édes hazánkról, szegény magyarokról. Én azt kívánom mindannyiunknak, az egész országnak innen is, hogy ezzel a fohászos lelkülettel éljük meg a mai ünnepet, és éljük meg az ünnep után következő hétköznapokat is, a következő ezer évet. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönjük szépen! Ökumenikus igeválasztásra kérem Borbát Gábort, a katolikus, Kon Zoltán, a református, és Szigeti Pétert a baptista egyház képviseletében. Kedves ünneplő közösség! Zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezetéből választottam erre az alkalomra részt. A 8. versről olvasom. Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett le az ígéret földjére, idegen országban és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervezés épít. Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előre haladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag, vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye. Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna. Csak messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. Akik így beszélnek, megvallják, hogy hazát keresnek. Ha arra a földre gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna alkalmuk a visszatérésre. De egy jobb haza után vágyakoztak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyeli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik. Röviden mondanék pár gondolatot ez az igéhez, bár szóval nagyon, nagyon magáért is beszél. Mindannyian vágyunk otthon lenni valahol, egy biztos helyre, amit otthonunknak mondhatunk. És nagyon mélyen függ össze az, hogy hol van ez az igazi otthon, azzal, hogy milyennek éljük meg azt az otthont, amiben élünk. Ezt a földit. Amikor államalapításról beszélünk, nyilvánvaló, hogy azért olyan fontos nekünk ez, mert nem csak azért, mert ez a mi államunk, hanem a mi életünk alapításáról és a mi alapjainkról is szó van, nagyon mélyen. Sokféle alap megrendülését láthattuk már. Akik többet éltek, mint én, megélhették a világháborút. Ott azért sok minden összedőlt, mondhatjuk azt, hogy minden összedőlt. A gazdasági válságokat mindannyian átéltük majd, hogy nem akik itt vagyunk. Abban élünk, hogy amiben bíztunk, hogy majd a fejlődés, majd az otthon teremt. Hát nem teremt otthont. És mindannyiunknak a személyes életében vagy környezetében ott vannak a betegségek, a gondok, nehézségek. Még pillanatok alatt zúzzák szét azt az idillt, amit otthonunknak véltünk. Elég egy betegség, és már is minden összedőlt, amiről azt gondoltuk, hogy az jól fel van építve, ott minden rendben. Amikor a pátriárkák hitét, Ábrahám hitét nézzük,
akkor látjuk azt, hogy a bizonyosság, a hit bizonyossága nem arra vonatkozik, hogy itt a Földön nem lehet baj. Vonatkozik, van az ígéretnek e világi tartalma is, de milyen érdekes, hogy Ábrahám annak a beteljesülését nem is látta. Ahogy István király sem, úgy kellett ugye meghalnia, hogy bizonytalanságban hagyott itt mindent. Érdekes, hogy az Isten nem mindenkinek adja meg, hogy lássa annak az ígéretnek a beteljesülését. Hazát ígér, de ez az igazi haza a mennyei. De ez nem csak egy vigasz. Nem arról akarok itt beszélni, és nem is arról szól az egész hitünk, hogy itt nyüglődünk a Földön, de aztán majd jó lesz. Itt van a síralomvölgy, aztán majd ott boldogok leszünk. Hanem arról beszél ez az ige is, hogy Ábrahám azért tudott a sátorban is mindenhol otthon lenni, mert ott volt az a mennyei haza, amit a szívében hordott, ami az ígéret volt. Aki ebben a mennyei hazában él, az tudja jól, tud jól élni az evilágival, az tudja jól építeni a földi hazát, ahogy István királyunk is tette. Valahogy az egész arról szól, hogy hol van a súlypont, hogy hol van a lényeg. Van egy barátom, feleségével 5 gyermeket nevelnek, 4 a sajátjuk, 1 örökbefogadott nevel gyermekük van, és ez a férfi tavaly nyáron beteg lett. Olyan beteg, hogy azt mondták az orvosok, hogy lemondanak róla. És most, amikor beszéltem vele nem olyan régen, nagyon-nagyon mély hitből él ez az ember. Akkor azt mondta, hogy azt tanulta meg ez alatt az 1 év alatt, hogy nem azt kérdezi az Istentől, hogy Uram, miért, hanem azt kérdezi az Istentől, hogy Uram, mire lesz ez jó? Hogyan fogok én ebből tovább lépni? Mert az ő életének a súlypontja az oda át van, az a célban van. És minden mást ebből a szempontból néz. Szembe kellett nézni, hogy itt hagyja az 5 gyermeket, a feleségét, itt hagy mindent. És épp ezért úgy tud velük élni, hogy az irigylésre méltó. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt a mennyei hazát, hogy ez ne csak egy távoli ígéretként a majdban lebegjen előttünk, hanem úgy legyen velünk, hogy ott van az életünk súlypontja. Oda kell tenni a súlypontot, különben minden összedőlhet. De ha ott a súlypont, akkor ami összedől, az összedőlhet, a lényeg az megmarad. Amen. Köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket az ige szavával, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvének 30. fejezetéből, a 15. versből olvasom. Mert így szól az Úr Isten, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akarátok. Augusztus 20-a, Szent István ünnepe. Annak van jelene, és annak van jövője, egyén szintjén és nemzet szintjén, aki ismeri a történelmét, és aki helyesen ismeri a történelmét. Szent Istvánnal kapcsolatban rengeteg tévhit van. Köszönhetően például a Szörényi Bródi féle rockoperának, mely a leglényegesebb pontokon rombolja a nemzeti tudatot. Hiszen szembeállítja a nemzetet, a nemzeti hagyományokat a hittel, a kereszténységgel. Szent István idején nem a kereszténységet vettük fel. Már előtte jelen volt a kereszténység. Szent István csak döntött a nyugati vonal mellett. Szent István nem egy félelemmel teli kis ország pici vezetője volt. Ő egy erős európai ország erős királya volt. 20-valahány csatájából mindegyiket megnyerte. És egy polgármester úr is mondta, a hódító szándéknak mindig ellene állt, és győzedelmes volt. A német-római császár húga a felesége.
A német-római birodalom számára partiképes volt Magyarország. Partiképes volt Szent István. Egy erős, önálló, független nemzet, erős, önálló, független vezetője hozott egy döntést. Nem kicsinységből, nem politikai kényszerűségből, hanem a hit, a bölcsesség és az élet kényszerűségéből egy őszinte döntést hozott az Isten mellett, hogy országát és nemzetét teljesen Isten szolgálatába állítja. És ha megnézzük a Szent Istváni államot, megnézzük a középkori Magyarországot, az ősi alkotmányunkat, megnézzük a Szent Koronatant, látjuk, hogy ez az ország Európában egyedülálló módon keresztény alapelvekre épült. És az egész magyar szókészletünk is ezt mutatja: ország, uruszág, az Úr jószága, az Istené, a Föld. És ami az Isteni, azt nem lehet eladni, arra nem lehet hitelt fölvenni. Ezért volt az ősiség törvénye a nemzet megtartó ereje például, és ezért ünnepli az a bolsevik és liberális csürhe annyira például ennek az eltörlését. Szent István fölismerte önmagában, Istentől kapott bölcsességében, hogy a megmaradás csakis Istennel és Istenben lehetséges. Izsaiás könyvének ez a mondata. Izrael népéhez szól a babiloni fogság küszöbén, és mondja nekik, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna. Aki Istenben marad, annak van jövője. Annak van megmaradása, annak van gyarapodása, mert Isten az élet. És minden, ami Istenen kívül van, az a halál. És hagy utaljak megint polgármester úrra, hogy ki mondta, hogy az Európai Unió rossz úton jár. Mert a kereszténységet elveti. A sötétség forradalma óta, melyet ma a felvilágosodásnak nevez a szélsőbalos csürhe. A sötétség forradalma óta az istentelenség uralkodik, és azt kezdi belepni egész Európát. És Szent István ünnepe a sötétség elhatalmazása idején is világító fáklyaként van előttünk, hogy nézzünk az Istenre. Csak tudjátok, Szent István döntése, az nem azt mutatja, hogy az ő döntése örök időkre elég volt. Szent István döntése önmaga és önmaga kora számára volt elég. És hogy a Szentírás is mondja, minden generációnak önmagának kell meghozni a döntést, Isten mellett, a megmaradás és az élet mellett. És ugyanígy a mai magyar népnek, a mai magyar generációknak kell meghozniuk, így nektek is személy szerint és a szívetekben újra és újra meg kell hoznotok a döntést Isten mellett, a megmaradás és a jövő mellett, hogy hűek maradjatok őseink hitéhez, hogy hűek maradjatok Szent Istvánhoz, és hűek maradjatok ahhoz, akihez István is hű volt, az ő megváltó urához, Jézus Krisztushoz, akiben a mi urunk önmagát adja érettünk, hogy megváltson és megmentsen minket, hogy a megmaradásunkat szolgálja itt is, és oda át az örökké valóban. És az a hit, mely megtartotta Magyarországot, az a hit, mely gyarapodásunkra volt, és az az Isten, mely mindennek a forrása, az a kegyelmes és szerető Úr, aki az ő egyszülött fiát adja érettünk, bizonyítván és mutatván hűségét és szeretetét, az az Úr a mi jövőnk is. És Ézsaiás szava hozzád is szól, aki most itt vagy.
Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna. De ti nem akarátok. Akarjátok? Vagy nem akarjátok? Tudjátok, amíg a próféta szólt, amíg az ilyen igék hirdettettek, addig mindig volt remény. Mindig volt remény Isten mellett dönteni, mindig volt remény a megmaradást és az életet választani. És amíg élsz, számodra is van remény. És amíg él ez a nemzet számára is van remény. Hát adja meg az Isten azt a bölcsességet, hogy Krisztus mellett döntve, és nem a mammon és a pénz szolgálata mellett döntve, képzeljük el a jövőnket, és egyenként is, és közösségben is megtaláljuk Krisztusban azt a szilárd alapot, mely az elkövetkezendő évek, évtizedek, évszázadok és évezredek megmaradását szolgálja. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mikor készültem és elmélkedtem Isten előtt, a király volt a hívó szó, és éreztem, hogy az a sok előfordulása ennek a szónak a Bibliában, ez igencsak válogatást igényel. Végül is Isten a következő igét hozta elém, amit megosztanék veletek, testvéreim. Pál levele a Kolossébeliekhez, első rész, 16. vers. Mert benne teremtetett minden a mennyen és földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő rá nézve teremtetett. Nagyon hamar eljut az ember az igazi király fogalomhoz, és annak a elindulásához a Bibliában, Sámuel első könyvében, ahol a 8. fejezetben olvashatunk először, hogy hogyan alakult ez a történet, a nép királyt kér, Sámuel Isten embere, Isten képviselője. Ezt először nem nagyon jól fogadja, hiszen Isten az, aki van hivatva vezetni a népet és uralkodni felette. De a nép csak ragaszkodik ahhoz, hogy ő egy látható, egy felfogható vezetőt kíván, akinek a szavára hallgat és akit követ. Így alakul meg az az első igazi királyi ház, amelyben a király Isten felkentje. És kialakul az a rend, ahol Isten felkentje egy ember, egy ugyanolyan vétkes, hibázó, bűnös, mint bárki más, de akit Isten irányít, és akit Isten embere, a próféta, mint egy tanácsol, ellenőriz. Ez a történet, ahogy elolvastam, ez teljesen párhuzamos számomra azzal, ahogy Istvánnak a királlyá válása, megkoronázása, ahogy a korona ide érkezik, és István kapcsolata az egyházzal, a vallással, ahogy alakul a történelem során. És ez a párhuzamosság, anélkül, hogy aktualizálni akartam volna a történetet, ez itt van leírva a Bibliában többször egymás után.
A legfontosabb számomra az volt, hogy ez egy állandó örök jogfolytonosság. Ez a Dávid háza, amely itt megalakult tulajdonképpen, annak ellenére, hogy először Saul volt a király. Dávid háza. Dávid, aki így imádkozott sokszor az Úrhoz. Az Úr az én kősziklám, kőváram és szabadítom. Isten az én erősségem, ő benne bízom. És az utolsó szavaiban Isten szavait mondja a népnek, Izrael kősziklája mondta nekem, aki igazságosan uralkodik az emberek fölött, aki istenfélelemmel uralkodik, az olyan, mint a reggel fölkelő napfénye, mint a felhőtlen reggel, amikor napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Nem ilyen-e a házam Isten előtt? Mert örökké való szövetséget kötött velem. Örökké való szövetséget. És Isten sokszor megígéri, hogy Dávid házának, Dávid házával való szövetsége valóban örökké való. A történelem ezt az emberek számára nem mindig igazolja, hiszen Isten útjai, azok nem a mi útjaink, nem mindig értjük azt igazán, hogy mi történik velünk, mi történik körülöttünk. De Isten emberei többször megígérik, megismétlik ezt az ígéretet, ezt az örökkévalóságot, és ebből az Ézsaiás könyvének 9. részéből szeretném a többször megismételt ígéretet elmondani nektek, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. Ez az ígéret ugyan egy másik ünnephez vezet el minket, gondolhatjátok, hiszen ahogy ezt az ígéretet sokszor megismételvén a legaktuálisabban Lukács evangéliumában olvashatjuk, ahol kisvártatva meg is történik az első mozzanatának a beteljesülése ennek az ígéretnek. Megszületik ez a bizonyos fiú. És nyilvánvalóvá lehetett volna az emberek számára, hogy Dávid háza tényleg és a vele való szövetség örökké való. Az ige, amelyet Isten elém hozott és megosztottam veletek, kifejezi a lényegét ennek. És ez a király, ez valóban most is ül a trónon és uralkodik, még ha nem is mindenki vallja ezt és hiszi ezt, ettől függetlenül ez így van. És amikor Istvánról beszélünk, azt hiszem István uralkodása, az ő története beleillik ebbe a jogfolytonosságba, ami Dávid házának a örökké való jogfolytonos uralkodását jelenti. De ahogy Sámuel már a kezdet-kezdetén figyelmeztette az embereket arra, talán legjobb, ha ezt idézem, Sámuel szavait, ahogy ezt olvashatjuk a 12. rész 24. versében az első könyvben.
Csak féljétek az Urat, és hűségesen, teljes szívetekből szolgáljatok neki, mert látjátok, milyen nagy dolgot cselekedett veletek. Ha pedig gonoszságban jártok, elvesztek királyotokkal együtt. Hát ez így van. Eszem ez világos beszéd. És ezt sokszor megismételtetett, ma is megismételtetik. És amikor elkezdtük énekelni a himnuszunkat, nem úgy kezdtük el, hogy király. Ugyan lekésett a gyülekezet az első szóról, mert váratlan volt a felhívás, de úgy kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. És amikor az Úr tanítja imádkozni az embereket, az evangéliumban, akkor ezt úgy teszi, ahogy ezt szinte mindenki tudja. Nem így kezdődik, hogy mi királyunk, hanem úgy, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük szépen! A búza, a mindennapi kenyér az életet jelenti mindannyiunknak. Boldogság és megnyugvás, amikor biztonságban tudhatjuk az évi gabonát, az abból készült lisztet, mert meg lesz a kenyerünk ebben az évben is. Köszöntsük az új kenyeret Arató népdalcsokorral. A Szadai Asszony kórus énekel. Kenyér megszegése és annak szétosztása minden keresztény kultúrában az összetartozás, a gondoskodás, a felelősséggel teli szeretet jelképe. Ezért is kérjük hagyományainkhoz híven polgármesterünket, Vécsei Lászlót az új, megszentelt kenyér megszegésére.
Ünnepségünk ezennel véget ért. Szeretettel hívunk mindenkit István napi asztalunkhoz. Fogadják szeretettel a bort, kalácsot, gyümölcsöket. További szép, békességgel teli napot kívánok mindannyiuknak. Thank you.